Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. 74 éve ezen a napon tartóztatták le a szovjetek Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Ennek emlékére az országgyűlés 2000-ben február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Idén a járvány miatt jellemzően online programokat tartanak, a közmédia több csatornáján is megemlékezik a kommunizmus áldozatairól. Országszerte a kommunizmus áldozataira emlékeznek idén rendhagyó módon online közvetítések segítségével. Édesapja ötvös. A Terrorháza Múzeum történészei videókon keresztül a kommunizmus ismert és kevésbé ismert áldozatait mutatják be. A gulágokon elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány egésznapos online konferenciával segíti az emlékezést. A rendezvényen az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár felidézte a kommunista diktatúra bűneit. A kivégzett 200 ezer emberre, a B-listára helyezett 85 ezer tisztviselőre, a szovjet mintára integrált közel 50 ezer emberre, a 15 ezer kitelepítettre, a több mint 500 egyházi személy letartóztatására és megkínzására, az utcára tett 2600 férfi és 9000 női szerzetesre, valamint arra 700 ezer emberre emlékeztetett, akiket gulágtáborokba hurcoltak, és akik közül több százezren már sohasem térhettek haza. Emlékeznünk kell, mert bár más színek, más zászlók alatt, de ma is gyülekeznek az élet és ember ellenes ideológiák követői. Ők azok, akik diktatúrát kiáltanak, másokat vádolnak, míg a mindennapokban diktatúrikus eszközökkel irányítják a médiát. Ha pedig hatalomra kerülnek, a liberalizmus jegyében mindenki más eszmét vallót elhallgattatnak. A kommunizmus áldozatairól a köztársasági elnök is megemlékezett, Áder János feleségével, Herceg Anitával mécsest helyezett el a Terrorháza emlékfalánál, a diktatúra áldozatainak fotóinál. Kövér László házelnök pedig a vértanúk terén található Nemzeti Vértanúk emlékművénél helyezett el koszorút. Az M1 híradójának az oktatás jelentőségéről szólt. Azt mondta, a fiataloknak ismerniük kell a hazájuk történelmét, mert így érthetik meg a jelen eseményeit. Fontos, hogy ezeket az ismereteket, ezeket az információkat, ezeket valaki összefüggésébe el tudja helyezni, és rá tudja mutatni arra, hogy ma is vannak ugyanolyan veszélyes, emberellenes ordas eszmék, mint amilyenek a mi nagyszüleink vagy dédszüleink időszakában felforgatták a világot, és jó, hogyha ezeket időben észreveszünk annak érdekében, hogy tudjunk ellene küzdeni. Az országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává, miután 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen és hurcolták el a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. A miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalára feltöltött videójában szólt a diktatúra áldozatairól. Gulyás Gergely azt mondta, az emlékezésnek minden időben tétje van. Nincs és nem is lehet alkú a kommunizmus bűneit és a bűnös sokat mentegetőkkel. Nincs alkú azokkal, akik manapság naponta minden alap nélkül képesek úgy aggódni a szabadságért, hogy korábban egy tömeggyilkos diktatúra kiszolgálói voltak. Ma több százer honfitársunkra és a kommunizmus világszerte több mint 100 millió meggyilkolt áldozatára emlékezve gyújtunk gyertyát. A közmédia több csatornáján is megemlékezik a kommunizmus áldozatairól. A Duna Televízión este 20 óra 30 perctől látható a Színésznő című filmdráma. Az M5-ön 20 óra 55-kor az Örök tél című filmet láthatják a nézők, amely a kényszermunkára elvitt magyaroknak állít emléket. A Kossuth Rádióban pedig 21 óra 30-tól a Nagyok című műsorban idézik fel a diktatúra évtizedeit.